ki a gáz. Komolyan? Aha. Bassza. Ja. Elszakadtak átmúgdán. Sziasztok! Itt vagyunk a garázsban, ezen a borongos nyári esős napon, és ma egy igazi legendával, egy igazi, mondhatni, egy igazi csodával fogunk foglalkozni. Ott hátul. Gyertek, nézzük meg, miről is van szó ma. Egy ilyen kicsit érdekesebb autót hoztunk nektek. Ez egy Mercedes G-osztály. A Gábor nálunk a kicsit offroadosabb. Én a aszfaltot meg a pálya dolgokat szeretem. Úgyhogy a kocsi bemutatását azt átadnám a szót a Gábornak, de majd azért néha belekotnyereskedek én is. Na, hát igen, köszönöm a szót. Ez egy 1992-es katonai kivitelű G-osztályú Merci. Egy 5-hengeres, 250-es OM902-es motorral, szívó dízel. Mindjárt meg is tudom mutatni a motorteret. És is fönn, ott vannak érdekességek. Érdemes megnézni. Teleszkópos a fekvő. Teleszkópos. 92-ből. Igen. 92-ből, igen. Ha elakadnál a... Ez mind gyári tartozik, tehát az autó az utolsó szögig gyári. Itt egy bontatlan gyári szerszámkészlet van itt bent. Most azért bontsuk már ki, hogy nem bontatlan. Már a szederét le tudom venni. Mik vannak benne? Hát azt mondta a tulaj, hogy ő ezt még nem bontott. Ja, akkor ne bontsuk ki. Úgyhogy gondolom szerszámkészlet van benne. Én itt belekukucskáltam. Itt látszik egy ilyen kulcsok, csavarhúzók, stb. Aha. Úgyhogy... Az autó szereléséhez. Igen, valószínűleg ahhoz kell. Hát szerintem még nem nagyon kellett nekik. Úgyhogy ezt így vissza is helyezem. Nem, hogy baj legyen. Annyi van, hogy olyan hibával hozták hozzánk kocsit, hogy kicsit kopogósan jár meg füsttől. Úgyhogy mi csak a porlasztó meg a dízel rendszert fogjuk átvizsgálni. Azt mondtuk a tulajdonos úrnak, hogy ha nem ez okozza a problémát, akkor mi ilyen motort nem bontunk meg ilyesmi, de ezt a porlasztókat ezt szeretném bemutatni, hogy ez egy régi, hagyományos dízel. Ez még a dízelforradalom előtti időkből. Igen, hát jó kis előkamrás motor, meg a porlasztó nyitónyomás ilyen pár száz bár, tehát hogy nem ez a nagy nyomású dolog, úgyhogy ezeket majd megnézzük, kiszedjük a porlasztót, megnézzük, hogyan épül föl, bevizsgálás hogyan zajlik, úgyhogy ezzel kezdenénk. És Gábor, ez az autó, ez gyárilag ilyen festésű, ez gyárilag? Gyárilag, ez a Magyar Honvédségből lett leselejtezve. Ebben most 97 000 kilométer van. 92 óta? Igen. Ilyen M-zárótnak hívják ezt a dolgot, tehát ez csak én nagyon... Idősebbek emlékeznek talán rá, ez mi az az M-zárót. Igen. Esetleg a fiatal generációknak az... Az a mozgósítás az árolt, tehát ezek a úgymond lezsírozott gépjárművek voltak, és ezt csak én nagyon-nagyon nagy vész esetén szokták ja, elővenni. Ja, értem, tehát az az M-zárolt. Ja, azért, mert én tudom, mi az az M-zárolt dolog, de úgyhogy, akik nézik a YouTube-ot, azok nem biztos, hogy tudják, mert mi már nem is voltunk katonák, nem? Mi éppen, hogy nem voltunk. Éppen, nem voltunk katonák, te meg pont éppen voltál. Ja. Úgyhogy... Vezetél esetleg ilyen? Nem. Hát itt. De a... itt az udvarba. Ez az antenna, ez egy ilyen érdekesség esetleg. Igen. Ez egy CB. Katonai rádiónak az antennája. Meg azt, hogyha végig kopogtatod az autót, tehát hogy itt, ez pont műanyag, de itt minden fémből van. Aha. Üvegből van a lámpa. Meg ami nagyon nagy érdekesség, ami marán tetszik. Figyelj, jó kis kupé. Keret nélküli ajtó. De. Klasszik. És hogyha leszeded a tetőt, akkor ki lehet? Hát akkor kabrió. Az egész tetőt le tudod venni, a szélvő terület tudod dönteni. Teljesen, ez aki ebbe megakad, és akkor nem csapódik vissza, és akkor egy ilyen teljesen. Ja, úgyhogy annyi van, hogy én ilyen terepjárakban nem vagyok otthon, ez a felező, meg bifizár, meg izéket, mert a Gábor majd megmutatja. De viszont a GPS-t azt hadd mutasson már GPS. Meg. Persze, gyertek. Mert azért mai világon minden autóban kell GPS. Melyik kártyát akarod? Na jó, menjél!
Azt hittem, itt műszaki újdonságok lesz, nem a Gutenberg galaxis. Gábor, akkor elmondanád a, itt a gombokat, hogy ez a sok erdő, hogy micsoda? Hát ugye ez a sima kéziváltó, ez egy 4-sebességes kéziváltó, tök egyértelmű. Hátramenet, 1-2-3-4. Okay. Van egy terepváltó, ebben van egy, ugye ebbe az S-be, ebbe azt jelenti, hogy ez a sima hátsó kerékhajtás, tehát ezt utcán lehet használni. Uh-huh. Ez az S-sá, ez azt jelenti, hogy összkerékhajtás, hát ezt is ilyen nedves úton, aszfalton lehet használni, és akkor van egy N, uh-huh. Az amikor szétkapcsoljuk az egész hajtást, akkor teljesen üresben van. Meg van egy ilyen GA, ez meg a felezős összkerékhajtás, ez szigorúan csak terepen, földúton, tehát sem aszfalton nem lehet használni. És ez a két gomba? Két gomba, első difizár, hátsó difizár, ez egy ilyen mechanikus, bovderes difizár, ezt csak nagyon szigorúan, nagyon-nagyon saras terepen lehet bekapcsolni, mert a hajtás megfeszül, és akkor széthullik, hogyha ezt aszfalton bekapcsoljuk. De figyelj, akkor azt elmondhatod, hogy ez nem városi terepjáró. Hát ez nem, ez egy igazi terepjáró. Ez egy igazi terepjáró. Akkor ezzel elakadni nem is lehet nagyon, nem? Hát, a gumi a határ, tehát a hajtáson biztos, hogy nem múlik semmi. Itt a kiszerelés kvárt, meg gondolom nem volt nagyon itt ez megtiszkelászva. Itt ezek a hüvelyek műanyagból van, aztán sajnos eltört. Hát ezt majd rendelünk rá másikat. De hát most ez 30 évig nem volt tiszkálva, úgyhogy ez sajnos ezek előfordulnak. Meg a nyomó résolajcsöveket már valaki cserélte, de már rakunk rá másikat, mert elég nehezen jött rá a porlasztóról aztán. Hát most pár ezer forint nem egy nagy dolog. De gyertek aztán itt a porlasztókat akkor megnézzük. Na Máté már pucolázza. Na, sziasztok! Máté majd elpucolja a porlasztókat. Abban a helységben már csak tiszta porlasztókat viszünk be az innektoros helységbe. Meg itt a Dávid azt hiszem, meg is ravírozta őket, amit kiszerelte. Ez az, amit nem mutatunk meg, hogy hova? Nem. Ezt megmutathatjuk. Ez melyik hengerbe volt? Tehát ugyanoda, tehát ötös hengerbe volt, tehát hogy ugyanoda kerüljön vissza a négyesbe. Remélem, hogy a közöden van. Ha? Négyes, hát ugyanaz fog visszakerülni. És ilyen nagy jelentősége nincs, de már elvileg föl lehetne cserélni, de tegyük már vissza oda, ahol 30 évigben volt, hogy nehogy hiányozzon neki a helye. Úgyhogy meg ezeket a technikákat, hát most ez olyan dolog, hogy sajnos nálam nem öregebbek, de a Máté ne öregebbek a porlasztók. Úgyhogy ezek már hát egy kikopó félbe lévő technikák, de látod, még egy oldtimernek még egy-kettőt még így megtartanak, úgyhogy megnézzük. Először bevizsgáljuk őket. Ez a modern kamor injektorokhoz képest elég primitív vizsgálat, de hát az időben ez volt. Az új gépek tudnak ezzel valamit kezdeni? Semmi. Ezt majd most bátéval bevisszük, gyertek, aztán megmutatjuk, hogyan kell ezeket bevizsgálni. A porlasztókon különben abban az időben mostán volt még rendszer. Hogy nem tudom, hogy meg tudod-e mutatni kamerába, várjál, hogy ide jön, hogy 115 bar. Várjál. Nem tudom, hogy látszik-e, vagy menjünk ki a fény alá? Majd a fény alatt meg. Na, tehát abban, tehát hogy ez 115 bar a nyitó nyomása. Talán látszik, igen. Tehát 115 bar a nyitó nyomás, ez egy totál mechanikus porlasztó, ebben eredményekkel nincsen semmi, úgyhogy a Máté fölteszi egy ilyen mechanikus porlasztóvizsgálóra. Nekünk is hát ez egy most gyártmányú porlasztóvizsgáló, de ezt csak ennyit tudom, hogy föl kell termelni a nyomást. Éppen nyomásmérő óra, aztán megnézzük, hogy hol nyit ki. Kicsit feljebb nyit, 130 bárra nyit. Ja, és akkor az a lényeg, ahol eléri a nyomást, ott ahol elkezd köpködni a porlasztó. Ja. Ott egy kicsit már. Hát ott kicsit kisít, pedig szépen el kell porlasztani a gázolajat. Ja, amikor köpköd, az nem jön, amikor szépen... Hát nem, most jó, akkor csak előbb bepisítek kicsit. Most egy kicsit közelebb teszem. Hát ez nem olyan rossz. Nem, ez jó. Ez szépen elporlasztod, hogy nem olyan, tehát el porlasztod. Ja, hát ott szépen ködöl. Ezzel szerintem nem kell csinálni. Mennyi volt ez? 100? 130. 130. Hát megnézzük a többi milyen. Hiba határon belül vagy kívül? Hát most megnézzük a többi milyen, mert hogy az sem, hogy az egyik 110 bár, a másik 130, tehát van egy ilyen 5-10% plusz-minusz, de az a lényeg, hogy egyformán legyen beállítva mindegyik hengeren, úgy lesz szép a motorjárás. Aha.
130-on. De annyi van, hogy ezt úgy kicsit cseréljük helyet. Jó. Túl nagy a fejed a kamerában. Nyilván jön alatt hozzá. Ja. 130-nál forlasz. Ez már azért... Hát ugye, hogy Pisi láttad, hogy Pisi szabít. Látod, az volt Pisi. Az volt a pötty, az a Pisi? Hát ez a bepisilt. Tehát jó szakszóval, amikor pisil a porlasztó, az aha. Ilyen. Hát, ez is még olyan, hogy... Hát most azt fogjuk csinálni, szétfüggőket szerelni, elultrahangozzuk, majd egy ilyen ultrahangos tisztítunk. És utána... ez igazából az ultrahanggal ezeket az apró szennyezőt? Hát, meg a furatokból ki lehet szedni a szennyeződést, ami, amit már más nem tudsz kitisztítani. Ez erre van, és egy speciális folyadékkal, és megnézzük, hogy lehet, hogy segít neki. Úgyhogy, aztán mindjárt akkor megvizsgáljuk mindegyiket, és akkor a szétszerést akkor megmutatjuk tovább. Most megnézzük, szétszerjük, azt megnézzük, hogy gyári csúcs van-e benne, ez ki fog derülni. Aha. Úgyhogy ha minden igaz, akkor ez még Germán lesz. Tehát, hogy, de úgykor láttam olyat is, hogy beott írva, hogy DDR vagy mit tudom én. Tehát jött olyan pólasztó, egy jó régi. Meg a follow tour. Igen. Kicsit meg van lilóval a csúcs. Ja. Egy pillanat, tudom, mert hadd tudjak rázolni. Hát túl közel van. Aha, csak. Hát. Megnézzük, és mi van beleírva, hogy gyártották, hogy van ő Germani vagy... Aha, benne van. Nem, Madé Germani. Próbáld megforgatni? Aha. Mert ez még gyári német. Azt tudni kell, hogy a Bosch ezeknek a régi technikának a gyártását egy ilyen 20 év elvitte Brazíliába, meg Indiába. Uh-huh. Tehát, hogy ez tudja gyári csúcs. Tehát, hogy, tehát ami extra német, még ilyet már Németországban nem gyártanak. Na, ebben sok alkatrészből nem áll, tehát itt a porlasztóház, itt a hézagoló, a rugó, akkor itt van ez, hát ez ide bűzve a porlasztónak a tűje, és ez csúszkál, tehát ez nincs zár, tehát ez aha. Tehát ez a porlasztó tű, ez a porlasztó egy kompetten. Na. Ez nyomás alatt azt kezd el mozogni? Igen, mindjárt visszatesszük, és akkor itt van a... Hát ez egy ilyen közdarab, meg a hüvely ezt tartja össze az egészet. Most egy szétszerelve betesszük egy ultrahangos főzőbe. És nagyjából ennyi a komplet porlasztója a cusznak. Hát ez a régi technika. Most hogy megnézel egy ilyet, amit a Kornél csinál. Hát Kornél, mit szólsz ez? Tehát az egy kicsit azért... Sokkal jobb, igen. Ez egyszerűbb mindig jó. Így van. Úgyhogy ezt elultrahangozzuk, és akkor a összeszerelünk, és megnézzük, hogy változott-e valami. Jó? Jó. Így lesz majd az összeszerelés, és ugye ebben a sorrendben. Van. De robbantottára. Igen. Mindentől a Bakker Pericskájt is van. Na, hát akkor itt a ultrahangos tisztítás elkészült. Hát a Máté összeszereli most, aztán megnézi megint a porlasztó vizsgálóba, hogy változott-e valami. És mit várunk el tőle, hogy közelebb a szerelmi értékhez? Ne pisiljen be, de ne legyen az a pisilős része. A másik nélt addig odaadtuk a Dávidnak, hogy szerelje vissza az autóban, azok tök jók voltak. A nyitónyomás, hogy 150 írva a porlasztó és 130-on van, hát ez teljesen meg van a határértékben, mert az, ahogy használódik a porlasztó, és a rugó meg ül össze, meg a hézagoló is egy kicsit zömül, ez a nyitónyomás úgyis mindig lejjebb megy. Tehát, hogy mindig inkább följebb szoktuk állítani, nem lejjebb, mert ez az évek alatt csak mindig kevesebb lesz, úgyhogy teljesen egyforma 130-on vannak, úgyhogy tök jók lesznek, úgyhogy ez is beállítjuk úgy, hogy megnézzük, hogy változik-e. Most, hogy el lett tisztítva, ha változik, akkor a hézagolóval állítjuk be nyitónyomáson. Hogyha meg jó lesz, így akkor ezt is visszaszerjük, aztán megnézzük, hogy változik a kocsi, de akkor már egy olyan tippem, hogy sajnos nem ez a probléma az autóval. Úgyhogy az adagolót azt már valaki csinálta, sajnos nem mi. Úgyhogy ha meglátjuk, hogy kipróbáljuk próbakör alatt, hogy valami változott-e. Tehát előtte akkor megmutak egy kört az autóban, hát igen. Rosszul jár meg füstölt. Ultrahangolás az ugyanott maradt, de viszont megszűnt a pisilés. Ja, láttátok milyen szépen porlaszt? Tehát ez mert most nem pisil, hogy az előbb. A porlasztási gép visszabb. Igen. Úgyhogy ez a tisztítás most segített. Úgyhogy fel is megy visszaszerelésre. Nagyjából egy ilyen régi... porlasztónak a javításait nálatok mégis mennyibe kerül? Hát ez egy ilyen bevizsgálás, tisztítás, ez 5000 forint per darab, nettó. Hogyha csúcsot kell benne cserélni, nem mondjuk rossz a csúcs, akkor mindig úgy szoktuk, hogy a porlasztó csúcs árával ki is cseréljük, de nem egy nagy gaszírgasz. Most itt ezt meg kell cikkszám szerint ilyen 10-15000 forint körül van általában ilyen technikákban egy ilyen gyári csúcs. És akkor be szoktuk állítani, hogy a nyomásra bele is tesszük. Próbáljuk meg! Milyen lett az autó? Jó van.
Robi, neked hátul? Biztonsági öv. Figyelj, nem lesz gond, nem a kiesel. Ja, megvan. Várjál, valami van. És hova kötöm? Aha. Okay. Az 1980-as éveket tükrözi, egy pontos. Egy pontos. De legalább van? Ja, van, legalább valami van. Ha úgy van, majd leszedem a tetőt, aztán lövöldözök kifelé hátra. Te leszel a géppuskás. Én leszek a géppuskás, mindig is tűzér akartam lenni. Te vetettél már ilyen geosztrágában? Egyszer. Nagy erőt nem kell tőle várni. Jó van. Egy Clio, egy Clio durva lealázott. Megaláztak minket. A terv, hogy? Hát elmegyünk nyúlig. Oszta! Van egy ilyen tesztkörünk. Aha. Aztán azért megpróbáljuk, azt meglátjuk, de mondjuk. És ennek mi a végsebesség egy ilyen autónak szerinted? Hát ez ilyen 80 utazó és ilyen 105-110. Aha. És mikor éri el ezt a 80-at? Mert most itt van egy... Nyúlig elérjük. Nyúlig elérjük. Szerintem. Ugye itt most mindenki fél tőlünk, mert... Ja, az idik, hogy hadsereg. Minden fémből van. Még annyi van, hogy a kilométer órát azt megmutatom, hogy 180-ig van. Ja, ott az optimista beszélési kanapja. Az a dream. Igen, igen. Tudunk egy ilyen 1990-es autóba. Van itt egy-két érdekesség. A műszerfalon itt mutatja itt a töltöttséget. Ilyen ledekkel, hát most majdnem tele van, a két aksi van az autóban, eléggé tele van. Itt a fényszóró magasság állítás, az is ilyen, hát ilyen mechanikus, tekerős, bunkönes pumban lehet állítani. Itt ez a kijelző ne téveszem senkit, ez egy utólagos állófűtésnek beszerelve az autóba. Itt a hideget fújjon, meleget fújjon, teljesen ilyen bunkönes állítású dolgok. Van itt egy kisméretű szivargyújtó, a elakadási jelző háromszög meg egy ködlámpa. Aztán a ventilátort lehet fokozatba kimegbe kapcsolni. Ez a gomb, ez micsoda gáma? A világítás. A világítás? Mi az, hogy S1, S2, S3? Hát ugye vannak ilyen lejtőfények rajta. Ja, értem. Csak az már szerintem nincs rajta. Értem. Tompítottak meg ezért lehet. És akkor azt jól látom, hogy Siemens műszerfalon menne, hogy BDO? Igen. Ez jobb Siemens. Jobb Siemens, ja. Hát van akkor egy hőmérsékletmérőnk, meg egy üzemanyag szintjelzőnk, igaz? Uh-huh. Aztán ennyi. Ami igen, hát a csillapítás nincs benne. Ja. Akkor a vászontető. De különben így szerintem, nem olyan, én megmondom őszintén, én rosszabbra számítottam, tehát hogy nem olyan rossz az utazási komfort egy ilyen autónak szerintem. Teljesen. Azt hittem, hogy kicsit ilyen spártaibb lesz. Megérkeztünk itt a senki földjére. Ezt úgy hívják katonai szaknyelven, vagy a műveleti területre. Műveleti területre, igen. Úgyhogy... Operatív eszközökkel. Igen, az időjárás az teljesen adott egy kis offroadozáshoz. De ez balra föl egy földutat, kipróbáljuk akkor itt a... Megpróbáljuk. Megpróbáljuk, hogy... Megpróbáljuk, hogy mit mutat talajon. Talajon, mert... Ez az? Az erő azért nem sok minden van. Ez a 85 ló. Ja. 65 ló? 85. 85. Na, van ez a földutat csak. Ja, csak ilyen. Csak ilyen játék. Mondják. Ha nem fullad le. Ja. Felezőt itt kell nyomni, szerinted? Hát, keresse egyet. Ez a felező. Oké, okay. Na nézzük. Jó. Ez már kettes. Ennyire hamar lepörök? Ennyire. Menjünk hármasba. Ez a hármas. Jézusom. És ez a négyes. De alapján akkor felmegy előtt. Ha, ez komoly. És akkor megyünk negyedikbe. Nem. Húszszor. Hát nem látszik. Ja. Meg sem mozdul az óra. Meg sem mozdul az óra. Itt a Kisalföldön az elég nehéz komoly terep dolgokat találni, de... A végtelenbe is tovább.
Robi, te még hátul bírod? Teljesen jó vagyok. Jó van. Na mindjárt megvan. Meg lesz. Meg lesz? Már. Én nem akarom megvenni. Én megveszem, csak nincs annyi pénzem. Ja, nem menjek egy ilyen. 6,5 millió. Ez a kocsi. Aha. Ebbe az állapotában? Nem kérjük el a porlasztó javítására. Mondjuk ott megállok. Ott jó, ott a fal körül valahol. Kellett volna hozni egy gimbalt. Ez az offroadozás, ez normális? Ez is nem szép. A gázló van valami. Ja, biztos, ezt el kéne holnap azért nézni. Mit szóltok hozzá egy magára? Kis drónozás után megpróbálunk visszajutni Győrbe. Találtak a srácok egy másik utat a dombról lefelé. Hát reméljük, hogy visszajutunk vele. És akkor az út elágazódásnál jobbra vagy balra? Jobbra szerintem. Jobbra, oké. Okay. Reméljük, hogy minden ügyfélnek ilyen körültekintően kipróbálják az autóját a vizsgálat után. Nem, csak nem. A kiemelt ügyfél. Aki kéri. Aki kéri. Most viccet félretéve, vannak olyanok, hogy odahozzák, hogy jó, nézzük át az autót, és akkor próbáljuk ki. Hát, hogy... Igen. Azt mondom, kiakadt a gáz. Komolyan? Aha. Bassza. Ja. Elszakadt a gázbók, de mehet, nem? Tudom. Jaj, a próbakör alatt eljött egy kis probléma. Kiakadt a gázbók, de... Itt lehet látni. Ott a faudi fej kiesett. Kiesett a gömbcsuklóból. Igen. Aztán... Meg tudtad csinálni? Na, mindjárt. Bízok benne. Egy fogó. De szerencsére van itt egy fogó is szerintem. Hát akkor a szerszámos hatában. Felavatjuk. Felavatjuk. Visszacsomagoljuk úgy, ahogy volt. Persze fogó az nincs ebbe. Fogó nincs. Bika kábel. Még zsír. Igen. Az a külső töltő. A bika kábel. Nincs fogó? Nincs. Akkor várjál. Lehet, hogy csavarhúzóval rá tudom ott feszíteni. Ketten nyomnánk, hogy te feszíted, én nyomom. Az a baj, hogy... Ó, várjál! Nem. Kalapácsunk sincs. Oké. Na és a célszerszám kellett hozzá, itt ezt a faudi fejre rányomtuk ezt a csuklót, aztán kész. Mi is vagy? Aha, és ezt húzza a gáz. Hát csak szerszám kell hozzá, tudod? Ja, ja. Tehát a szerszám nélkül nézd megcsinálni, úgyhogy ez kész is. Úgyhogy folytatjuk a túrát. Azt a kúr. És ez így lehet? Ez kírja? GoPro nem. 8-as BMW-vel vazd meg. Azt a kurva. Ez nem rossz. Ezen a szar úton. Ja. Nem olyan szar ez, basszus. Ez nem szar. Majd az lesz. Szarabb része. Simán biciklizős. Hát jó, hogy akkora forgalomban áll, mint az ökör. Tehát nem tud nem biciklizni. Azért kiraktad eléje. Baj! Majd kikerülnek. Szerintem a kettes is hagyhatod. Ja. Nevezzünk, mi lesz? Szemetséget nem váltsál. Nem, semmit, nem. Mindjárt fenn vagyunk. Ja, gyerünk, ez az, meg lesz az.
Jó van, már nincs gáz. Ja. Jó volt a két helyeim. Már győztünk. Picit nekem is. Igen. Jó, innen már gyalog is. Van aki gurul? Ja. Nem, most szúrok egy negyediket. Jajajaj, biztos? Jávon éppen is hozzá. Győzelem vagy halál. Jó, és egy 10 perc előbb az érünk itt. Ja. Akkor galandosan hazaérkeztünk, és hogy még holnap ezt a gázbobden dolgot megnézzük, aztán elvileg kész az autó. Nem, bízunk benne. Ja, jobban ment az autó, mint előtte? Szerintem hangja volt talán egy kicsit. Szerintem jó lett, csak jó a gázbobdent egy kicsit még. Gatyába rázott aztán. Finomítani rajta. Igen. Ez a helyes kifejezés. De majd hívjuk az ügyfelet, kipróbálja, aztán meglátjuk, hogy mit mond róla. Úgyhogy már ennyi, majd következő alkalommal majd megint keresünk valami érdekességet.